Az első félidőben 67%-ban a TSC birtokolta a labdát, de a fölényt nem tudta gólra váltani a Vosdovác ellen. A második játékrészben viszont megtört a jég, a 70. percben Stefan Vukic góljával megszerezte a vezetést a topoljai csapat. A vendégek azonban nagyot küzdöttek a hajrában, és a 83. percben kiegyenlítettek Milos Pantovic találatával. Így a forduló egyik derbi mérkőzésén 1-1-es döntetlen született. A második félidőre jól jöttünk és rúgtunk egy gólt. Aztán pedig ki kellett volna védekeznünk minimum ezt az előnyt, és hát ez nem sikerült. Kaptunk egy oldalsó beadásból egy gólt. Nyilván valamennyire csalódottak vagyunk, de fel kell emelnünk a fejünket, hiszen van még pár meccs hátra, és odaérhetünk a negyedik helyre. A fővárosi Vosdovász csapata ezzel az eredménnyel továbbra is a tabella negyedik helyén áll 48 ponttal. Zadovoljan sam kako smo izgledali energetski, zadovoljan sam kako smo izgledali u nekim delovima utakmice i naravno na kraju zadovoljan sam rezultatom. Tu smo i dalje na toj četvrtoj poziciji, još uvijek smo u igri. A TSC a táblázaton a hatodik 45 ponttal. A topolyai csapatnak fontos lett volna a győzelem, hiszen a 3 pont megszerzésével a negyedik helyre kerültek volna, ami a csapat célkitűzése. Én úgy láttam, hogy meg tudtuk volna szerezni mind a 3 pontot, amelyek nagyon fontosak lettek volna számunkra. Örülünk az 1 pontnak is, de a pályán látottak alapján én azt mondom, hogy sokkal hamarabb be tudtuk volna lőni azt a gólt, amely a vezetés kellett volna szereznünk, már akár a mérkőzés első 15 percében is. Azt mondom, hogy le tudtuk volna zárni a mérkőzést, sajnos ez elhúzódott, és a végén 1-1-et játszottunk. Megyünk tovább, következő pénteken ugyanitt még egy bajnoki mérkőzés vár ránk. A topolyaiak a következő fordulóban ismét a TSC arénában lépnek majd pályára a Krusevácsi Napredák ellen.